ha most is gyenge, mert esküszöm, szívinfarktust kapok, ha most se jó. Na, szóljatok, ha akadozik. Szóljatok. Most jó? Most jó? Jaj, de jó, szuper. Akadozik? Na? Jó van, szuper, megoldottuk. Megoldottuk. Szóljatok, na most akkor, most én ráncigálom a telefont. Szép a kép, és talán nem fog akadni. Na szuper, ó, hál' Istennek, jaj, de jó. Köszönöm, hogy szóltatok, nagyon fontos ez nekem. Szerintem egyébként itt a routerral van a probléma, mert ugye már sajnos 5 éves ez a router egyébként, ami itt van a szobámban. Szóval nem mai dolog. Ez van, nem szeretek pazarolni. Milyen telefont vettem? Hát megmondom őszintén, hogy iPhone-t vettem, mert ugye én iPhone párti vagyok. X-et vettem egyébként, de nem nagyon szeretnék így dicsekedni semmivel. Most nehogy az legyen a téma, hogy én most telefonra költöttem, meg stb. Bár így is, úgy is, ha posztolnák, lehetne képen látni, hogy milyen telefonommal szóltok, mindegy. Na most akkor legalább nem akadozik, az a lényeg. Sárvára szoktam-e járni? Ritkán. Ritkán járok Sárvára, inkább Szombathelyre szoktam. Köszönöm szépen, jól vagyok. Ne haragudj az akadozás miatt. Küldtem nevető fejeket, imádlak, tudod. Én is nagyon szeretnek, Nicole. Nekem is az van, imádom, te is szeretni fogod. Hát igen, ugye nekem másfél évig iPhone-om volt, 8-as, és nem is akartam lecserélni, csak 4 hónapig nem használtam, és képzeljétek el, hogy teljesen tönkrement a telefonom. Nem tudtam képeket feltölteni, alig tudtam feltölteni, és már konkrétan lefagyott, stb. Tehát már használhatatlan szegényként. Már szóval nem megy tönkre szegény. Pestre mikor jövök? Fú, hát... Szia Zsú, nagyon gratulálok a győzelmethez, megérdemelted, és most is látszik, hogy őszintén játszottál, és most se lettél nagyképű, pedig lehetnél. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jól esik, hogy ezt gondolod. Nagyon jó érzés, tényleg. Nem szeretnék nagyképű lenni. X vagy XR? XR. Azt mondjátok meg nekem, hogy mi, amikor kijöttem, az volt rögtön a kérdésem, hogy milyen iPhone-ok vannak, amikor én vége lett ennek az egész műsornak. Nekem az volt az első kérdésem, hogy milyenek vannak, és már tudom, imádlak Zsuzsu, példaértékű ember vagy, aki téged utál, azzal nem érdemes foglalkoznod, mert azok nem lássák, hogy te milyen értékes ember vagy. Ákos Mikolai. Nagyon szépen köszönöm. Szeretlek titeket. Végig neked szurkoltam. Köszönöm szépen. Tervezel változtatni valamit a hajadon? Igen, fonatok a Zerával. Holnap megyünk fodrászhoz. És holnap megyek Pestre egyébként. És megyünk fonatni. Azt mondja, még a telefonját sem nagyon akarja elárulni, miért vett. Véletlen ebbe is belekössetek az irigyek. Nem nagyon szerettem volna elárulni, és nem is akartam venni egyébként. Most tudom, ez lesz a téma, hogy vettem. Az igazság, hogy már tényleg nagyon akadozott a régi. Ezért vettem, semmi másért. De nem akarok magyarázkodni. Diószegi Kinga, szia Zsú, feltöltöttem a készletet, írj rám, ha jönnél töltésre. Köszönöm, Kinga, képzeld el egyébként, hogy egy pillám se esett le, úgyhogy nagyon ügyes vagy, és innen is köszönöm, nagyon szép munkát végeztél. Egy pillám se jött le azóta, mióta nálad voltam. Képet mutassak a telefonomról? Fekete. iPhone XR egyébként. Milyen volt a régi telefon? Hát 8-ason volt, és már másfél éves volt, és nagyon akadozott, és ugye 4 hónapig nem használtam, ameddig be volt zárva, és képzeljétek el, hogy ez alatt a 4 hónap alatt megkattant. Kész, káó. Azt mondja, senkinek semmi köze, azt veszel, amit akarsz. Jaj, köszönöm, Sisi, puszírom a Norbit. Megérdemed a te pénzed, senkinek semmi köze hozzá, mit veszel. Nagyon szépen köszönöm, aranyos vagy. Bemondod a nevem, Fülöp Norbi. Na,
Az a lényeg egyébként, hogy fú, már nem is tudom, mit akartam mondani, gyerekek, teljesen kiment a fejemből. Na igen, hogy nem tudom egyébként most ezeket az iPhone-okat, hogy most van az X, az XR, meg az XS, vagy most rosszul tudom, vagy most hogyan vannak egyébként a kategóriák. Ezt így meg szeretném kérdezni, hogy most az X, meg az XS az ugyanaz, vagy most ez hogyan van, mert én gyerekek úgy le vagyok maradva. Fél év alatt tönkrement, akkor nem ért semmit se. Hát, nem volt feltöltve, nem volt használva, senki nem használta, amíg én bent voltam. XS Max. Imádlak, mutassam a szobámat. Hát, itt a szobám. Tessék, azt mondja, hogy azt mondja, X már nem árulják, szóval XR, XS és a XS Max. Atyavilág. Zsuzsu, nagyon örültem, hogy nyertél, tényleg te érdemelted meg a nyereményt, önmagad adottad, mindig maradj ilyen példát, mutattál számomra, kiálltál magadért. Köszönöm, Eredics Fanni. Azt mondja, X, XR, XS, XS Max. Akkor most az X meg az XS meg azok külön kategóriák. Jó, akkor jól tudtam. Csak mert ameddig én bent voltam én, addig még az X ment. A sima X. Azt mondja, bemondod a nevem, légy címádlak. Réka Borjus. Köszönöm szépen. Csak a Huawei. Na itt az Era is. Innen is csokoltatlak. Era, figyelsz rám? Majd szeretnék veled beszélni, írjál nekem vissza, mert nem írtál vissza. Imádlak, Zsú. Én is titeket. Imádunk Zsú Szlovákiából. Én is nagyon szeretlek titeket. Van TikTokod? Nincsen. Nincsen, de lehet rászánom magam. Tatabányára mikor jövök? Azt mondja, hogy amúgy én jelentkezni fogok a 10-ben. Na, nagyon sok sikert! Aki jelentkezik majd a 10-ben, annak előre is sok sikert kívánok. Pestre mikor jövök? Fú, visszaírtam már. Vissza? Ja, azóta live-oztam, és lehet nem olvastam el. Meg küldtem neked hangüzenetet is. Ugye, szeretném, hogyha Timivel is összetudnánk futni, mert mindenféleképpen őt nagyon szeretem. Na, TikTokon legyél, tuti jó videóid lennének. És azt hol kell letölteni az App Store-on? Mert én gyerekek, én olyan analfabéta vagyok az ilyen dolgokhoz, már látszik, megöregettem. Azt mondja, vezetnéd a belevalót a VB10-be? Hát, nem is tudom. Nem tudom. Na, bemondod a nevemet, Greggel beszélsz. Erzsébet M. Nem nagyon beszélgettünk, amióta kijöttem. Már azt is megbeszéltem. Jaj, de jó. Akkor nem baj, Era? Biztos. És bocsánat, hogy ilyen későn szóltam. És tudom, kelekótya vagyok. Elnézést. YouTube csatornát nem csinálsz? Fú, gyerekek. Ezt a két oldalt is alig tudom kezelni. A Facebookot, meg az Instagramot. Neked szurkoltam. Végig örülök, hogy te nyertél. Üdv Angliából. Köszönöm szépen. Annyira szép vagy, élőben is, meg képernyőn is. Nagyon szépen köszönöm rád, emlékszem. Mondd be a nevemet, szeretlek. Nyári Bianca. Na miért lett új instát Zsuzsu? A telefonom miatt. Nem, dehogy. Nagyon aranyos vagy erre, komolyan. Nagyon cuki vagy. Zsuzsu bolondság. Kész, veszedelem. Azt mondja, Renivel végül megbeszéltétek, amik történtek. Nem nagyon beszélgettünk, oda jött gratulálni, ugye a finálé után, és ennyit beszéltünk. Nagyon gyönyörű vagy, köszönöm szépen. Akkor a forma vagy, zsúsírok. Köszi. Azt mondja, bemondod a nevemet, Nikolett Csányi. Szép vagy, zsú, köszönöm. Mitől függ, hogy kinek írsz vissza? Fú, hát semmitől. Igyekszek mindenkinek, de nagyon nehéz. Sokszor jársz Szombathelyre? Igen. Mikor lesz a legközelebb Szombathelyen? Holnap, amikor megyek el Pestre. Onnan megy az Intercity-m, képzeld ugyanakkor van a szülinapunk. Te neked is 13-án lesz most. Boldog születésnapot előre is.
Azt mondja, hiányzik valaki a villából? Húha. Hát, nem is tudom. Nekem inkább az a szófa hiányzik, mert az olyan szép. Neked szurkoltam, Zsú, üdv Romániából. Nagyon szépen köszönöm, rád írok. Na, szóval, van-e jogosítványom? Nincsen. Az necces lenne, ha én leraktam neki, mennék az első villanyoszlopnak. Nem ám, viccen kívül. Szerintem Android telefon jobb, mint az iOS App Store. Kinek mi? Németországból nézlek. Fantasztikus. És onnan melyik tartományból? Holnap bejelentkeztek live a fodrásztól, hogy milyen lett? Igen, mindenféleképpen az Erával elmegyünk fodrászhoz, és bejelentkezünk szerintem. Nem tudom, itt vagy Era? Era? Itt vagy a tömegbe? Hú, lehet nincs itt. De szerintem be fogunk jelentkezni, igen. Most írt, mindjárt elolvasom. Az a lényeg, hogy... Fú, na várjatok, mindjárt mondom, hogy mit akartam mondani, csak megint kivertem a fejemből. Na mindegy. Az a lényeg, hogy mikor van a szülinapom. 13-án, ma pedig 6-a van, úgyhogy 7 nap múlva lesz. Egy hét múlva lesz a születésnapom. De nem akarom ezt itt reklámozni, de mivel rákérdeztetek, így válaszolok. 24 éves leszek most már. Kicsit öreg leszek. Na de, az a lényeg, hogy... Megyek Nyíregyházára, 9-én az Erával, valami korzóba, igen, déltől lehet jönni. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, jöhettek egyébként Kárpátaljáról is nyugodtan, szerintem, és nyugodtan, sok szeretettel várok mindenkit. Na, erre ezt sok szeretettel várunk, bocsánat, mindenkit. Szentesre jövök-e? Te jó Isten! Az szentes? Hú, nem tudom. Öreg, akkor 30 éves, mit szóljon? Hát kinek mi az öreg? Tudod? Nem eszméletlenül fiatal vagy. Hát ameddig ez nem ráncos, addig igen. Kiderült, hogy kiloptál a dolgaid? Nem. Nem derült ki. Én nyáron megyek haza Magyarországra, és Szombathelyen leszek, szóval remélem jössz le. Mindenféleképpen, mert most hol laksz? Erik 13. Szinte változik? A színe változik-e a hajamnak? Nem. Kiloptál a dolgaidat, kiderült? Nem derült ki. Szegedre? Még ajánlottak egyéb. Jó, és hát nem tudom. Én Győrbe szeretnék majd ezután szerintem menni. Amúgy a villában nagyon sokszor úgy tűnt, hogy te vagy a legértelmesebb. Akármit kérdeznek, te mindig tudtad. Ó, nagyon szépen köszönöm. És mennyi mindent nem adtak le csak a belevalóba, ugye? De mégis egyébként úgy lettem beállítva, hogy én vagyok a legbutább. Ugye nekem mutatták ugye a beköltöző kismimbe egyedül a... Mi a fenét az iskolai végzettségemet, fantasztikus. Azt mondja, gyere Bécsbe, Zsú. Aha, Erdélybe. Oda tényleg kéne mennem, Erdélybe is kéne mennem. Igen, jól írjátok. Ha mész Győrbe, akkor én is elmegyek Szlovákiából. De aranyos vagy. Szia, üdv Zsú. Szia, Ervin. Kárpátaljára mikor jövök? Hát megyek Nyíregyházára, az nincs messze. Nem válaszolsz nekem, miért csináltál új Instát? Bevettem egy új telefont, és nem akartam, már nem tudtam a jelszom, hogy gyerekek, nézzétek el nekem. Azt mondja, nem jössz Erdélybe. Erdélybe szívesen várlak. Na, aranyosak vagytok, Debrecen. Azt mondja, nem igaz, te voltál a legértelmesebb. Köszönöm szépen. Üv New Yorkból. Te jó ég, hát az nagyon messze van. Fú, nagyon fogyunk, nagyon fogyunk. Na... Pedig voltunk jó páran, most meg már csak 394-en vagyunk, szomorú vagyok. Ilyen unalmas lennék. Szlovákiába is jöhetnék. Hát igen. Gyere Pestre is, Talira sokan várunk. Pesten már voltam mostanában. Voltam az Arénába is, a West Endbe is, az Aléba is, meg is hirdettem. De van jelszó emlékeztető. Nem érdekel engem. Még a követőimről is lemondok, csak,
Csak ne kelljen ilyen hülyeségeket csinálnom. Nem szeretek én bíbelődni ezekkel, megmondom őszintén. Én már öreg vagyok. Azt mondja, Zsuzsi, léci, mondd be a kisfiam nevét, Horváth Peti, nagyon ügyes kézilabdás. Horváth Peti, nagyon ügyes kézilabdás vagy. Hogy jött, hogy én jelentkezek a való világba? Na hát az úgy jött egyébként, viccen kívül, hogy megmondom őszintén, hogy soha nem tartottam magam egyébként egy átlagos személyiségnek, tehát mindig megosztó voltam a munkahelyeimen is, akkor a suliba is, mindenhol, és mindig vagy utáltak, vagy szerettek, és hát én egy nagyon nagy kérdőjellel mentem, és egy ponttal szerettem volna távozni, és egyébként nem elsősorban azt hangsúlyoztam, hogy én szeretnék kérdést kapni a válaszomra, hogy engem mennyire szeretnek az emberek. Milyen telefont vettem, írom. Most jól írtam le? Így kell írni? Jól írtam? Így kell írni? Igen, mindenféleképpen szeptembertől elkezdek tovább tanulni. Így van. Beszéltem anyukáddal, ha erre jártok, egy városnézést felajánlok nektek Bécsbe. Jaj, Bécs az nagyon szép város, igen. Jaj, pedig ne hagyd veszni, Zsuzsu, a sok követődet. Hát figyeljetek, én minden megmozgatót megtettem, most mutatom. Na, ide már posztoltam egyet. Itt van, ugye régi, és ide posztoltam. Na, és akkor... Lala. Hogyan kell itt... Jaj, ez így nem jó. Itt is posztoltam, mit kell követni. Tehát, hogy ennél többet nem tudom, hogy tudnék csinálni. Azt mondja, szépséges vagyok, köszönöm. Milyen színűbe vetted a telefonod? Feketébe, gyerekek, szörnyű. Legszebb vagy, Zsú, ha találkozunk, akkor meghívlak egy... Ha... Mire hívsz meg? Hamburger akar lenni? Dera is jöjjön. Era is nagyon aranyos, igen. Én végig téged csíptelek a legjobban, és most nagyon jó fej, aranyos lány vagy, soha ne változz meg. Nem is szeretnék, nem is tudnék más lenni. Megérdemelte a győzelmet, nem vagy átlagos és hétköznapi nő, az egyszer biztos, de pont ezért kedveltelek meg. Harriet 95, nagyon szépen köszönöm, te is 95-ös vagy? Akkor megyünk, Kárpátaljáról Nyíregyre talizunk. De aranyosak vagytok, Istenem! Szia, Glenda! Puszillak, te mikor jössz haza? Veszprémben lesz a közösítani, nem tudom. Miért nincsen érettségi? Mert nem fejeztem be a sulit, én idióta. Azt mondja, hogy Zsó, Bogi nem akar neked rosszat, hidd el, rendes csaj. Elhiszem, holnap milyen színű lesz a hajam. Most mit nyomtam meg? Valamit megnyomtam. Jesszusom. Ja, várjatok most. Ja, jó. Itt vagyok? Oké. Na, fonatni fogok, és hosszabb lesz. Szeretlek én is. Mióta lakok Bükön? Hát 2007 óta. Majd nyáron babám. Mindenféleképpen, Glenda, igen. Azért, szia, Zsú, szeretnék gratulálni, tudom, kicsit későn, nem baj. Egyébként neked nagyon jól áll a világos hajszín, szerintem is. Szerintem legyen megint világosabb, további szép estét, puszi. Annás LMN 19, nagyon szépen köszönöm, nem baj, hogy gratuláltál későn, köszönöm szépen, minden gratulációt nagyon szívesen fogadok, és örülök neki. Köszönöm, és neked is boldog születésnapot, nagyon örülök a köszöntésnek, de aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm. Hány éves leszel? Azt mondja, szólsz a többiekhez, mert amúgy azt hallottam, hogy nem tartod a többiekkel a kapcsolatot. Jó hallottad, jól informált vagy, megnyugtatlak. Mondd, hogy szia Liliana, ő a 18 hós babám. Szia Liliana, bemondod a nevem, Tibi 17, március 13, Zsú szülinapja. Igen. Azt mondja, az első percben neked, és Erának drukkoltam. Annyira jó ember voltál, végig örülök, hogy kitartó voltál, ölelés Madridból. Jól olvastam? Hú, az jó messze van. Azt mondja, te nem vagy normális. Miért nem? Aranyos vagy, egy tündér vagy, Zsú, köszönöm. Boldog születésnapot. Köszönöm, de majd egy hét múlva lesz. Nem cukik vagytok.
És nem jók a fények. Sötét a kép. Most jó? Látni? Láttok így normálisabban? Zsuzsu, mondd be a nevem, Léci. Léci. Erika, Szabó, hú, de hosszú szám. 104, 20, 32. Na, ezt is kitudtam így. Filózni, bogózni. Nagyon jó a pillád. És egy se esett le. Másfél hét alatt szinte. Fantasztikus. Behívsz a live-ba? Ebben vagy. Ha a fények, ha nem a legszebb vagy, köszönöm. Nem írtál vissza, Zsú. Nagyon sok üzenet jön azért. Aranyos vagyok, köszönöm. A Svájcban szívesen látlak vendégül. Köszönöm szépen. Valakit nevet rajtam. Léci, mondjam be a neved. Zsemberi Milán, hogy vagyok, jól vagyok, szia Zsú, hogy vagy, én is halak vagyok, éljenek a márciusiak. Így van, nagyon szép. Azt mondja, végig neked szurkoltam, őszinte tiszta szívvel játszottak, te voltál a kedvencem, nagyon helyes. Azt mondja, nagyon gyorsan írtok, mit lett új Instagramon, la. Hát, na, mert nem tudom, mert új telefont vettem, és én nem akartam a régibe belépni, és csináltam egy újat. Azt mondja, hogy hogy csinálták a pillámat. Vas megyébe csinálták, de mondták, hogy ne reklámozzam, úgyhogy megkértek külön, és azért nem szabad reklámoznom. Ezt jól megmondtad. Nem hisz be a live-ba, haha. Hisz bent vagy, de jó vagy. De most nem. Azt mondja, én is márciusi vagyok. Ó, itt mennyi a márciusi? Ennyi halak van? Akkor ti érzelmesek vagytok, mint én. Értem, hogy így olvasd el. Fú, gyerekek, nem biztos, hogy el tudom most. Nem biztos, mert lehet, hogy lefekszem egy idő után, még megyek a másik csoportba mit csinálni, live-ozni, ugye a saját csoportomba a VV Zsuzsu hivatalos oldalára is, mert nem kell, már lejárt lemez vagyok. Nem vagyok lejárt lemez. Hunor Roli párossal nem fogsz beszélni, vagy találkozni? Hát, egyszer úgy hozza a sors. Unokatesónak is most van, 3-án a születésnapja. Na, előre is Isten éltesse. Van kedvenc sorozatom? Nincs. Szeretnék-e valamit születésnapomra? 3 dolgot szeretnék. Békességet, egy bizonyos anyagi dolgot, ami úgy mondom azt, hogy átlagos és normál megélhetést akarok, tehát egy normál anyagi helyzetet megélhet, vagy szóval békességet, normál anyagi helyzetet és egészséget. Ezt a 3 dolgot szeretném, semmi mást. Pont ezt kívántam egyik nap, amikor 0-0 volt, úgyhogy más nem szeretnék. Zsú, te voltál a telefon hátterem. Húha, és most már nem én vagyok. De viccen kívül, köszönöm szépen. Nagyon aranyosak vagytok, tényleg. Azt mondja, de imádlak, köszönöm. Mikor van a szülinapom? 1 hét múlva, 13-án, akkor ne válaszolj. Mire nem válaszoltam? Hát, nézd már meg, mennyien írnak. Szia, szép estét neked, Zsuzsu, köszönöm szépen. Kedvenc filmem. Nem is tudom, hogy van-e, van pár. Azért nagyon bírom ezt a páncélbazárt szellemet a Scarlett Johanssontól, ez nagyon jó egyébként. Sokkal jobb a világosabb haj. Hát, majd meggyőzöm magam. Azt mondja, maradjak ilyen nagy lelkű, de aranyos vagy. Milyen zenét szeretek? Maluma. Azt mondja, március 15-én az enyém is, ünnepi gyerek vagyok. Boldog születésnapot előre is, Petra Erős. Azt mondja, lejárt lemez, meg csak most lesz igazán csúcson irigyek. Jaj, szemüveges smiley nagyon jó. Azt mondja, kussolj már. Én kussoljak be a saját live-omba. Hát nem áll, hogy ne kussoltatsz engem. Hát valáli egyforma vagy te. Hogy hívnak? Mi a neved? Hú, jó van, inkább ki se olvasom. Na, hogy telik a napom? El vagyok különben. Mondod a nevem, Zsú. Rauchenikő. Jól ejtettem? Mondod a nevem, Léci. Réka
Sírita. Komolyan mondom, vissza kell mennem az általános iskolába, és az osztály naplóból a neveket kell olvasnom, mint amikor hetes voltam. Vagy tanárnak kéne mennem, és akkor neveket kell olvasni, mint akik feleltettek, tudjátok. Mondd be a neved, mondd be a neved. Hát tanár leszek egyszer, esküszöm, és napló szerint mindenkinek bemondom a nevét. Vívő Zsoltihoz mész. Nem beszélgettem vele, de állítólag mennem kéne. Te voltál a kedvencem. Nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos vagy, hogy mindenre próbálsz válaszolni. Köszönöm szépen, a kezem is zsibbad. Aj, csak egyre kevesebben vagyunk. Fú, ezt a hosszú szöveget is elolvassam. Na, elolvasom, egy fene. Azt mondja, szia Zsú, írtam neked, van egy Facebook csoport, ahol állandóan lopkodják a képeidet, és ma is kioffoltam őket, hogy igen, egyébként ez már perv alatt van, hogy nekem írnom kell két személynek, aki levédi őket, és nagyon szépen köszönöm, hogy szóltál, sajnos tudok róla egyébként. Milyen a körmöm? Továbbra is ugyanilyen rózsaszín. Mit tettem ma? Nem tudok mit kérdezni. Fú, nem tudom már, mit tettem. Nem figyeltem. Azt mondja, szia Zsuzsu, te vagy a kedvencem, köszönöm. Miért fáj ennyire a kezem? Sokáig tartom szerintem. Nagyon szeretlek, Zsuzsu, jól látni, boldog, vigyázz magadra, ne váltod meg semmiért. Boldog születésnapot. Aranyosak vagytok, de még messze van még egy hét. Bemondod a nevemet? Most már kérek egy osztálynaplót, komolyan mondom. Tanár leszek, és mindenkit feleltetni fogok, és beolvasom a nevét. Annyira gyönyörű vagy. Köszönöm szépen. Zsú, majd nézd meg, amit küldtem erre az Instádra, besírsz rajta. Mindenféleképpen Szegedre mikor megyek. Fú, nem tudom, Evelyn, de téged nagyon szeretlek. A legjobb a rózsaszín. Így van, Glenda. Zsú, boldog nőnapot. Köszönöm szépen minden kedves női társamnak. Ma van 6-a, holnap 7-e, és holnap után nőnap. És mindenkinek szeretnék előre is boldog nőnapot kívánni. Minden kedves női precedensnek, és minden Zoltánnak pedig előre is majd boldog névnapot. Azt én nem tudom, mit tettem, nem figyeltem. Hol érdekel? Na, hogy vagyok? Köszönöm szépen, jól különben. Azt mondja, honnan lehet tudni, hogy melyik a valódi Facebookod? Várjatok mindjárt azt is. Ó, te jó Isten. Majd. Azt is leírom, lelinkelem ide nektek azt is. Jó a hajam, ne csináljak vele semmit. Aj. Nem kell semmit csinálni. Szegedre menjek. Szia Zsuzsu, üdv Ukrajnából. Puszillak. Nagyon jó sminket. Köszönöm, nem vagyok kisminkelve. Tegnap este üzentem neked anyukádon keresztül Facebookon. Tényleg? Nem mondta. Szüli napodon nagy bulival ünnepeled? Hát én ilyen szerényebbre gondoltam. MC haverrel tartod a kapcsolatot? Már nem tartjuk. Na jó éjszakát. Na neked is. Gyere Szegedre. Oké, fufrúdat növeztem, igen. Örülök, hogy te nyerted meg a VB-t. Köszönöm, nem hiányzik a villa. Fele tudja, nem nagyon. Nagyon szeretném, ha örökre lejön... Hova? Őkenyre. Az hol van? Smink nélkül is verhetetlen, nincs mit tenni. Nézzétek el nekem, de köszönöm. Hogy új Istán van, mert új telefonom van. Most akkor hogy van? Van az X, utána jön az XR, XS, XS Max. Jól mondom? Jól mondom? Jól kapizsgálom? Nagyon szép vagy, imádlak, köszönöm. Jól mondom ezt a dolgot? Tehát akkor mondom még egyszer. Szia Zsú, beledre jövök-e? Nem tudom. Fogalmam sincs. Na, szóval úgy van egyébként, hogy akkor van az X, az XR, az XS, és utána jön az XS Max. Most én is kérdezek tőletek, léci, válaszoljatok, ne csak ti tőlem. Te körbe ugyanazt a szöveget hajtod. Jaj, már megint itt vagy. Hát nem hiszlek el.
És akkor mi van? Na megint itt termettél. Az előbb is ugyanilyen valami nagyon gagyi dumát toltál, de nem baj. Még mindig nézel engem. Hát akkor még mindig érdekes vagyok. XR, igen, XS Max, jól mondott Zsú. Na, hát akkor kapizsgálom ezt. Jól mondtam, de imádom, amikor ilyen bolondos vagy, így szeretünk, aranyosak vagytok. Mondom. Fú, mindig így elfeketedik, utána visszajövök. Hát ez komolyan mondom, ez a telefon kiakaszt. Na, az, hogy a legnagyobb, igen, jól mondod, imádom, esküszöm. Fú, nem semmi, milyen kevesen lettünk. Nyíregyen, csak szombaton lehet veled találkozni? Még rákérdezek az erre holnap, hogy hogyan lesz ez a dolog, de a szombati nap az fix. Igen. Greggel, miért nem vagytok jóba? Te szent Isten! Hát, megmondom őszintén, hogy nem tudom, én csalódtam egy picit a Gregbe, de ezt már mondtam a Focus Reportba, és ennél többet nem szeretnék mondani. Milyen telefonon van? iPhone XR van. Egerszegre, hogy jövök-e? Hova, nem tudom. Pest megyében van amúgy Örkény. Nem tudtam. Akármilyen ciki, pedig szeretem a topográfiát. Visszanézted már a VV adásokat? Aha, Erának muszáj jönnie? Igen. Lehet veled találkozni? Aha. Légy csak megnézni az adásokat, folyton leesett a jelrakásnál. Jaj, miért írtok ilyen gyorsan? Kibeszélt a Zsuzsut egyfolytába, egészségére. 318-an vagyunk csak, és nagyon fogyunk. Mindenki megy aludni, meg dolgozni. Hát, komolyan mondom, fú, kétségbe estem. Gyere, Mórai Zsuzsu. Na jól van, szerintem minden elköszönök, ez új Instám, így van. Mindenki ezt kövesse be, aztán még reklámozom a másik oldalon, hogy majd legyünk páran, többen. Aztán, aztán majd alakul, ahogy alakul. Én nem szeretnék a másikkal foglalkozni, most ilyenem van. Nem baj. Majd csak itt is elérek egyszer egy 30 ezeres számot, legalábbis bízok benne. Ez gyors volt. Gyere Veszprém megyébe, légy cike. Komolyan mondom, Magyarország minden szegletét most már megismertem, azt tuti. Mit csinálok? Alakuló fejű. Micsoda? Mi? Most egy komolyan egy-kettő kommentet nem nagyon értek. Mit akartál ezzel mondani? Be akartál oltani? Mert hogyha be akartál, az nagyon értelmetlen volt. Csak úgy mondom. Na mindegy. Még átmegyek a saját oldalamra, ott is nyomok egy live-ot, ott is már hiányolnak szerintem. Nagyon szeretlek titeket, holnap is jelentkezek. Nem akarok már az agyatokra menni, mert már sok amit csinál, nem akarok sokat live-olni, nem akarok így éjjel-nappal orva szájba. Nagyon szeretlek titeket, puszilok mindenkit, jó éjszakát!